Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Kaló Krisztián, automotoros oktatót üdvözöllek. Üdvözöllek én is, köszönöm. Elég régen beszélgettünk már, akkor ragyogó napsütés volt, száraz utak, meleg. Azonban itt az ősz beköszönt lassan a tél is, változtak az útviszonyok. Viszont a vezetési szokások nem biztos, hogy változnak, és ezért kertelek, hogy fáradj be hozzánk a stúdióba, és beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan hangolódjunk vezetés szempontjából az őszre, a térre? Igen, a nyári időszakban beszéltünk talán utoljára, és azóta nagyon sok minden megváltozott, és a legfontosabb, illetve a legaktuálisabb téma, hogy egyrészt jóval korábban sötétedik, esős, ködös, párás időről beszélünk, ami mind az autón kívül, illetve az auton belül is meg fog, meg fog jelenni, Úgyhogy ezekre kell szerintem elsősorban föl, fölkészülni. És hogyha esetlegesen valaki még mondjuk ne talán két keréken közlekedik, akkor még a vizes falevelekkel is számolnia kell. nagyon sok mindenben változtak az útviszonyok, és szerintem lassabban készülnek fel rá az emberek, illetve lassabban kezelik le ezt az adott helyzetet, illetve a változásokat. Nagyon fontos momentuma mindig az ősznek és a tavasznak a gumicsere, hogy mikor váltsunk télire, illetve nyárira. Mit tartasz te optimálisnak? Ideig nagyon kegyes volt velünk az időjárás, tehát az elmúlt két héttel ezelőttig, vagy egy héttel ezelőttig mondhatnám, hogy még ilyen vénasszonyok nyara, de most már aktuális, tehát most már nyugodtan meg lehet, meg lehet kezdeni, meg lehet csinálni a, a cserét mert hogy nem is az a lényeg, hogy mondjuk még nappal 10-12-13 fok is, fok is, lehet, hanem hogyha valaki korán reggel indul el, a hidegebb még az aszfalt, nyírkosabb, ilyenkor most már azért kell, kell az a téligumi. gumi. Mi a tapasztalat? Ugye megvan a téli gumi, csere, reggel van, hideg van, hmm. nagyon álmosak vagyunk, nagyon nincs kedvünk elindulni dolgozni, de időnként már megjelenik a dél az autón, majd lefújja az autó, nem baj, majd elindulunk. Ez mennyire van még benne a reggelekben, hogy még nem tudunk annyival korábban kelni, hogy leszedjük a jemat. Szerintem, szerintem nagyon benne van. Mindig is rohanás lesz szerintem az emberek nagy többségének az indulás, akár munka, akár iskola, akár gyereket ide vinni, odavinni, és, és ezen a pár percen szeretnénk spórolni de utána meg annyira visszaveti ez a közlekedést, hogy, hogy szerintem nem érdemes ezzel spórolni. Föl lehet ezekre is készülni. A kicsit későbbi időbre kitekintve, ahol már azért többször megjelenik a fagy, illetve lefagy az autó, ha valaki kint tárolja az autót, akkor vannak nagyon jó szélvédő védők, amiket föl lehet helyezni és szakára nem fog lefagyni, egy mozdulattal le lehet, le lehet venni. De hogyha valakinek olyan típusú autója van, ahol van már első szélvédőfűtés is, kapcsoljuk be, meg kell várni, még lefújja, vagy párátlanítja, leolvad a jég, és akkor utána lehet, lehet elindulni. De ezeket még meg lehet úgy is előzni, hogy mondhatnám, hogy tisztán tartjuk az autót, hogyha belül esetlegesen egy kicsit zsírosabb, ha valaki dohányzik mondjuk az autóban, az iszonyatosan letudja, Opálosítani a, a szélvédőt. Tehát azt akkor többször belülről is le kell ta takarítani, egy ablakmosóval vagy egy ablaktisztítóval, és akkor kevésbé fog párásodni. Sajnos tapasztalt, hogy én is reggel korán indulok el dolgozni, mondjuk én gyalog, de azt látom, hogy épp hogy kilát a vezető, a kormány mögött néhány kis kockán, és már elindul. És ez Igen. ugye a gyalogos, az nyilván nem egy olyan nagyobb darab, mint egy autó, és sajnos nem mindig van nálunk lámpa, hogy mi is világítsunk az autókhoz hasonlóan. És ez nagyon veszélyes, lehet reggeli szürkület, sokak szürke és fekete ruhákat vesznek fel, tehát itt a láthatóság is azért benne van a dologban, a gyalogosok részéről. Igen, erre, erre igazából a gyalogosokat is föl kell, föl kell készíteni, és szerintem mondjuk szülőként a legfontosabb feladat az, hogy mondjuk a, a gyerekeket is úgy készítsük föl, vagy úgy öltöztessük föl, hogy láthatóak legyenek, mert hogyha egy szürkületben ráadunk egy, egy szürke kabátot, egy feketen nadrágot, akkor azt nem fogják észrevenni, és hiába állott a gyalogátkelő helyénél, nem biztos, hogy észre fogják, észre fogják venni. Illetve, um, amit mondtál, az is egy nagyon jó példa, hogy csak egy kis lőrést uh, ez jó szóra. Csinál, csinálnak az ablakon, és ez, uh, ez nagyon sokszor ugye, vicces képként uh, sokszor megjelenik az interneten is, amikor havas az autó, és tényleg csak egy kis kocka van, amin, amin kilátnak. Hát sokan úgy gondolkoznak, hogy úgyis csak előre mennek, akkor, akkor minek, minek más. De, de, hát rendkívül leszűkíti ugye a látó, látóteret, perifériás látómező nincsen, és hát mindenkinek tanítjuk a friss jogosítványosoknak és a lendővezetőknek is, hogy igenis forgatni kell azt a fejet, hogy körülnézzünk, mert azzal fogjuk tudni minél nagyobb területet befogni abból, amit mi szeretnénk látni lesz holtere, mindig lesz az autónak, a motornak is lesz holtere, egy gyalogosnál is van holtér, hogyha esős időszak van, behúzza az esernyőbe a, a, fejét, ő sem fog úgy tudni körülnézni, és ezekből mindig meg lehet a probléma, illetve a baleset. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy látni és látszani, hogy a rendőrségnek is van erre Igen, egy program, ez most amilyen. nagyon megy ez a kampány, és nagyon aktuális. És a a gyalogosoknak mire hívnád fel a figyelmüket, hiszen ők is részesei a közlekedésnek, és róluk azért kicsit kevesebbet beszélünk. Uh, igen, hát elsősorban azt mondanám, hogy hogy legyen valami uh, olyan fényvisszaverő dolog a ruházaton, uh, ami, ami meg megcsillana az autónak a uh, fényszórójában. Ez például lehet egy hátizsákon egy, uh, egy kis embléma, az is vissza, visszaveri, vagy egy olyan kabát, amin van egy, egy csíkocska, már fölhívja a figyelmet. Vagy hogyha erre nincs lehetőség, akkor tökéletesen jó például a, a fény mellények. Az be lehet rakni egy hátizsákba, ilyen picire össze lehet hajtani, gyúrni. Fölveszi az ember, hogyha olyan helyen közlekedik, ahol, ahol kivilági, nincs kivilágítás, nincs közvilágítás, és akkor már rögtön fogják látni. De hát azért vannak olyan itt Szentendrén is, vagy akár Budakalászon is vannak olyan útszakaszok, vannak olyan gyalogátkelőhelyek, amik hiába vannak kivilágítva, valahogy a fényviszonyok miatt nem olyan jól láthatóak, és azért itt sokat számít. Nem véletlenül volt annó az a kampány, meg egy-két gyalogátkelőhelyen a kis zászlócska, és akkor azon ott van a fényvisszaverés, és akkor már lehet látni. Nagyon sokat beszélgetünk a közlekedésről, de mindig csak a negatívumokról vannak, pozitívumok is egyébként. Most így bármelyik területére gondolok a közlekedésünknek. Persze, tehát biztos, hogy, hogy, hogy több pozitívum dolgot is ki lehet emelni, csak valahogy mindig úgy vannak fel az emberek, hogy ami, 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 működik, meg ami jó, azt, azt, természetesnek veszik, és mindig csak a, csak a negatív dolgokat, dolgokat említik. Mit mondanék én Én most? Én azt mondanám, hogy azért egyre inkább fölkészülnek az emberek ezekre a, a, a változásokra, bár lehet, hogy ez annak is köszönhető, hogy én úgy gondolom, hogy a, az autóknak az igen nagy százalék az, az céges autó. És a céges autóknál benne van a, 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 a használati módban, a költségben az, hogy hogy azt az autót folyamatosan szervizelik, folyamatosan karbantartják, és ö, sokkal korszerűbb karbantartott autók közlekednek a, a, az utakon. Több olyan mm, biztonsági rendszer van az autóban, ami azért ö, már segíti a közlekedést. Úgyhogy ez miatt mindenképp fejlődik a, a, a dolog, csak sokszor a, a vezető nagyon is ráhagyatkozik, és... Ö, és és hát félig meddig azért könnyebbé inkább A saját tudását inkább, saját üdéset, inkább mm. háttérbe szorítja, és az autónak. Kényelmesebbé teszi, mm. és azáltal, hogy kevésbé figyel, kevésbé ö, gyakorol dolgokat, ezáltal tombulnak azok a, a, az érzékszervek, azok a figyelmek. Igen. Igen, igen. Ö, beszéltünk arról, hogy. Téli gumit cserél, -e, vagy tényleg gumira kell cserélni a nyári gumit. De egyébként mit tanácsolsz, hogy egy autót térre hogyan készítsünk fel? Hiszen beszéltünk a friss jogosítványosokról, nekik azért lehet, hogy jó jön néhány tanács, és nem lehet felfrissíteni a régieket sem. Igen, 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 igen. Függ attól, hogy azért mennyit közlekedik az adott vezető azzal az autóval, vagy az az jármű mennyit mennyit fut. Mert furcsa hangzik, de önmagában a hideg nem indokolja még a, a, a téli guminak a, a használatát. Tehát hogyha van elég ideje aznak az a guminak bemelegedni, akkor azért fog ö, ö, tapadni. Persze van egy bizonyos hőmérséklet, ami alatt már teljes mértékben elveszíti a tapadását, és rideg lesz, hogy a téli gumi sokkal könnyebben fölmelegszik, más az anyagszerkezete. Ez az első. De hogyha mondjuk valaki kevesebbet autókázik, akkor lehet egy négy évszakos gumival is, és akkor nem kell ezzel foglalkozni. Az Ez is egy nagyon jó megoldás tud lenni. 90 ban minden körülmények között tudja a négy évszakos gumi is azt, amit, amit tudnia kell, mondjuk. Ezen kívül, ami még fontos a, a téli időszakot tekintve, azok ugye a, a fagyvédelem, mind az ablakmosó folyadéknál, mind pedig a fagyállónál. És hát mondjuk legyenek bent olyan eszközök az autóban, amik, amik segíthetik esetleg a fagyvédelmet. Tehát mondjuk egy jégkaparó, egy jégoldó, hogyha befogy, befagyna a zár, bár mondjuk most már az autók nagy többsége ugye elektronikus, és csak egy gomb és be tudunk ülni. De... Belülre én beraknék mondjuk esetlegesen egy netszívó rongyot, amivel le lehet törölni a szélvédőt belülről, egy párát le lehet vele törölni, ezeket mondanám elsősorban. Illetve, hogyha úgy közlekedünk, hogy gyalog jutunk el mondjuk az autóig, vagy valahol le kell raknunk és gyalog megyünk tovább, akkor pedig úgy választuk meg a ruházatot, hogy ne, ne kelljen kabátba, sapkába vezetnünk, mert az is akadályozni fogja a vezetést. Mennyire figyelünk egyébként oda a ruházkodásra, így, hogy ezt említett, hogy milyen a cipő, amiben vezetünk, mert nyilván azért űrsarkóban nem a legszerencsésebb volna mögé ülni, és azért van erre példa. Én azt mondanám, hogy, hogy ezt nem veszik számításba az emberek, vagy nem veszük számításba, hogy, hogy most autóval fogunk közlekedni, hanem a napi rutinhoz fogunk, vagy az aktuális időszakhoz fogunk költözni, és nem nagyon van belekalkulálva az, hogy most autóval közlekedünk. Hogyha valakinél van mondjuk az autóban egy lapos talpú cipő a vezetéshez, az egy nagyon dicséretes dolog és, és jó dolog, de nem gondolnám, hogy az embereknek a, a nagy többsége ezt számításba venni. Ha autózásról, motorozásról beszélünk, akkor elengedhetetlen, hogy a közlekedésről ne beszéljünk, hiszen te nap mint nap járod az utakat autóval, és kísered a motorosokat, autósokat, de mit tapasztalsz, hogy a nyárhoz képest ilyenkor ősszel nagyobb a forgalom? Tudjuk kezelni a megváltozott helyzetet? Hogy ki hogy kezeli, ki hogy, le, ki, ki, hogy reagálja, le, az igen, az egy nagyon kényes kérdés. Megváltozott mindenképp a, a helyzet. Egyrészt az, hogy ugye iskolai időszakról beszélünk, látványos a, az iskola kezdés előtti időszak, szerintem minden város életében látható, illetve az adott városrészre rá, rá lehet vetíteni, hogy hol van az iskola, vagy hol vannak az iskolák, hol vannak a, a, az óvodák, Ott mindig is sokkal nagyobb lesz a ö, forgalom. És ö, most a téli időszakban, vagy az késő-őszi időszakban is ö, ö, előrébb jött a, a csúcsidőszak. Tehát most már azért négy óra után fél öt körül elindult. Tehát ahogy sötétedik, most már érezhetően erősebb a, a, a forgalom. Úgyhogy ez változott, erősebb lett, de hogy tudjuk -e ezt kezelni, vagy jól kezeljük, szerintem, szerintem ez sosem fog változni. És ez, 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 csak az akkor változik, hogyha megváltozik a forgalmi időszak, vagy hogyha megtalálják az emberek azokat az időablakokat, amikor könnyebben lehet közlekedni, és nem az van, hogy az ember beáll a város elején a sor végére, és akkor a maximum, ahol a utcájába kell bekanyarodni, onnan megszűnik a sor. De ezzel félig meddig együtt kell élni. Mi a helyzet egyébként az iskolában nálatok? Mennyire sok a diáka az újonc, aki szeretne majd jogosítványt szerezni? Folyamatosan magas a, magas a létszem. Még mindig várni kell a vezetésre, tehát hogy hogy azért nehezebb lekezelni egyrészt ugye a megnövekedett lélekszámot is. Ezáltal is nő a, a, a tanulók száma értelemszerűen. Nagyon meg, megduzzadt a Dunakanyarnak a létszáma. Az autós iskolák száma nem változott, sőt az oktatók száma azért csökken. Ezért is kérdezem igen. Úgyhogy úgy, folyamatosan, folyamatosan változik. Csökkennek a, tehát a szakemberek mindig várni kell a szakemberekre. Teljesen mindegy, hogy most egy autós oktatót nézünk, vagy, vagy, egy, vagy egy ácsot, vagy egy kőművest, biztos, hogy lehet találni olyan ö, oktatót, akinél mondjuk azonnal el lehet kezdeni, vagy ö, vagy mondjuk ö, felárral azonnal tud kezdeni, de nem biztos, hogy ö, hogy nem éri meg kivárni azt az időszakot, még ténylegesen egy, ö, egy jó szakemberhez tud, ö, tud kerülni. Egyébként van-e valami változás, akár a KRESZ területén, akár a jogosítvány megszerzésének területén? Kimondottan olyan változás, ami a, a célközönséget érinti, most, most jelen pillanatban nincsen. Így a tél előtt mit kívánnál az útrakelőknek, a közlekedőknek? Legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk magunkra, illetve tényleg olyan körülmények között keljünk útra, Uh, amit le fogunk tudni kezelni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy hogy mondjuk esernyőnek használjuk az autót, és amikor esik, uh, például látni, amikor uh, csapadékosabb az időjárás, több autó van az úton. Tehát uh, elindulnak simán eső uh, uh, esernyőként használva az autót. Uh, és hát uh, vegyük uh, számításba a megváltozott közlekedési viszonyokat. Korábban sötétedik, ködös az időjárás, csúszik az út, sokkal hosszabb lesz a féktávolság. Ne úgy közlekedjünk, mint ahogy eddig közlekedtünk. Köszönöm szépen, remélem minél többen megfogadják ezeket a tanácsokat. És beszélgessünk így legközelebb is. Várom. Vendégem volt Kaló Krisztián, autós-motoros oktató. Nézzünk köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!